újra meg kellett tanulnom igazán nőnek lenni, egy igazi férfi mellett. Tehát, hogy voltak olyan pontok, amikor én azt hittem, hogy hát ezt egy független nőként, ezt majd így fogom csinálni, és akkor rájöttem, hogy de lehet, hogy tényleg a férfitól veszem el a feladatot, és ez nem jó. Milyen pluszt adhat neked, egy kislánynak, aki elindult 17 évesen Székelyföldről, a tudat, hogy azért a férjednek nagyon sok pénze van? Milyen pluszt ad? Mert azt látom, hogy előttem egy szerény, alázatos, tényleg egy tiszta szívű ember ül, de azért csak van egy plusz, tudod, az az érzés, hogy nálad ez, ez milyen. Ez érdekes dolog, hogy um, gyerekkorom óta mindig is azt éreztem, hogy nem érdekelt a pénz. Tehát az, az, csak egy, az tényleg csak egy eszköz. És olyan sok minden van még azon kívül, ami fontos. Tehát az, azt így a sorban nem tudom hányadik helyre helyezném. Fontos hozzá, tehát nyilván, hogyha valaki egy egy olyan társadalmi helyzetben van ezáltal, amiben mondjuk mi élünk, meg meg kell adni a módját, tehát hogy, hogy át kellett lesz. kerülnöm egy teljesen más társadalmi állapotba, és azt is meg kellett szokni, és az rengeteg szabályal is járt, meg rengeteg feladással is járt. Mondasz egy párat? Hát például ilyen dolgok, hogy, hogy kicsit olyan a, a mi életünk, mint mint a szolgálat. Tehát, hogy, hogy rengeteg olyan esemény van, meg rengeteg olyan feladat van, amiket el kell látnunk. Valam És nem kívánkozol feltétlenül, de Így ott van. kell lenni? Tehát, mondjuk, Értem. hogyha egy, 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 egy átlagos élettel rendelkező valaki csak hazamegy a családjához délután munka után, de nincsen semmilyen elvárás tőle, azon kívül, hogy a családjának megfeleljen. Az mondjuk pont elég is lenne, de nekünk ugye nem így történik az egész, hanem, hanem gazdaságilag, politikailag üzletileg fontos az, hogy nagyon sok helyen ott legyünk, megjelenjünk, támogassunk bizonyos dolgokat, vagy akár embereket, és, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy feladat. A másik oldalról viszont ugye ad egy elképesztő biztonságot, tehát hogy, hogy mindig ott van azért a mérleg, hogy Mindenféle plusszal is jön ez az egész. Én azt gondolom, hogy, hogy ezt a biztonságot érzem, hogy bármi is lesz, rendben lesz minden. Persze, hogy minden kapcsolatban vagy minden életben történhetnek olyan dolgok, hogy, hogy, hogy megtörik az a karrier, vagy, vagy, vagy elveszíti az ember a vagyonát, elveszítheti, hiszen vannak ilyen dolgok az életben. Minden benne van, de nincs bennünk ilyen félelem. Tehát én én azt gondolom, hogy nem is kell, hogy legyen, hiszen, hogyha abban bízunk, hogy bármire képesek vagyunk, és ezt új le, újra lehet építeni, ha ilyen dolog történne, akkor, akkor ez, ez nem fontos. De de azt hiszem, hogy egy nyugalmat, egy egy elképesztő nyugalmat hozott az életembe az, hogy nem harcolok annyira, mint akkor, amennyire harcoltam. Bogi, mennyire lehetsz őszinte és nyitott a felső tízezer között? Semennyire. Sem és Igen. ez hogy érint téged? Nagyon nehéz. Hát ezért is mondtam azt, hogy, hogy elképesztő kihívásokkal jár. Tehát pont az a, a, nő, aki én vagyok, én mindig azt szoktam mondani, hogy nekem a legnagyobb luxus az őszintesség, tehát a, tényleg a luxus az őszintesség, amikor megtehetsz mindent és kimondhatsz mindent, azt nem teheted meg, mert, mert nem lenne korrekt. Tehát nagyon diplomatikusan kell. Ez látszik, de... Tehát, hogy az arcod azért mutatja, hogy mit érzel? Szerencsére nem, tehát jó, jó színésznő vagyok. <gül> <gül> és, és a másik dolog, hogy én szeretek megfelelni. Tehát, hogy, hogy a férjem és a családja, az fontos számomra. És azt gondolom, hogy ugyanolyan ugyan, ugyan sok áldozatot hoz mondjuk, akár a férjem is értem, mint amennyit én ő érte. És azt hiszem, hogy ez, ez egy fontos dolog. Tehát nem lehet megbántani másokat, az őszinte véleményünkkel, mert lehet, hogy a kultúránk más, lehet, hogy a gondolataink mások. Hát ebben nagyon sokszor belefutottam amúgy a kapcsolatunk elején, mert azt hittem, hogy mi, tehát az a standard gondolkodásmód, amit mondjuk mi Magyarországról vagy akár Erdélyből hozunk, az az átlagos. De nem. Tehát, hogy nagyon sok olyan kultúra van rajtunk kívül, ahol ez lehet, hogy pont a fordítottját jelenti. És nem lehet elkövetni. De akár a nő és férfi kapcsolatban is nem lehet azokat a szerepeket elvenni egy férfitól, ami a férfié. És ez talán egy kicsit a kultúránkból hiányzik. Tehát ezeket újra kellett nekem tanulni. Újra meg kellett tanulnom igazán nőnek lenni. Egy igazi férfi mellett. Tehát, hogy voltak olyan pontok, amikor én azt hittem, hogy hát ezt egy független nőként, ezt majd így fogom csinálni. És akkor rájöttem, hogy de lehet, hogy tényleg a férfitól veszem el a feladatot, és ez nem jó. És mindig a férjem emlékeztet rá, hogy drágám, tehát, hogy azért most tényleg, tehát ülj, ülj nyugodtan, ereszkedj be nyugodtan a fotelba, majd én intézkedek. Tehát neked nem kell intézkedni, majd én megoldom, hogy vannak rá emberek, akik megoldják. Tehát, hogy, hogy tényleg egy, egy, elképesztő kulturális változáson, meg szociális változáson mentem át, és sok kihívás volt előttem, de valójában az, hogy, az, hogy diplomatikusan tudtam ezt kezelni, az volt a legfontosabb. Mi a kedvenc ételed? Hát azt lehet tudni rólam, hogy az egészség nagyon fontos számomra, nagyon egészségesen étkezem, és Hát mondjuk azt, hogy nagy részt növényi táplálkozáson vagyok, tehát állati fehérjét, zsírokat nem igazán fogyasztok. Ez spirituálisan is fontos számomra. Tehát nem azért hagytam el a húst, mert nem tudom megenni, tehát nyilván egy erdélyi konyhából érkezem, ahol aztán valóban Székely zsíros káposztá, <laughs> és minden nagyon finom, de, de ezt egy pár évvel ezelőtt elengedtem. Tehát egyszerűen nem érzem jól magam, és azt gondolom, hogy rengeteg agresszivitást hoz az életünkbe, hogyha sok állati fehérjét, meg zsírt fogyasztunk, és... E, és ezt Nem igazán, tehát a nem. cukrokat az, ugye azt tudjuk, hogy, hogy Igen. nagyon veszélyes, ez az igazi méreg, tehát függőséget okoz. Mézet, vagy valami helyettesítő? Mézet sem. sem. Tehát azt gondolom, hogy a gyümölcsök meg főleg a zöldségekből elég cukorhoz cukor. jutunk, az pont elég, de vannak olyan szénhidrátok, ugye, ami a gabonákból származnak, és az, az csodálatos, tehát az kell igazán. Szóval a fehérliszt? A nem, fehérlisztet nem, de minden alternatív gabonafélét azt fogyasztok, tehát vannak olyanok, amikről talán az emberek Lesz. nem is hallottak, de akár például grecska, vagy hajdina, kása, vagy akár például a kinoa, mindenféle érdekességet fogyasztok, ami alternatív, és makrobiotikusan fontos a szervezetnek. Tehát arra figyelek, hogy ne étkezzek, hanem táplálkozzak. Tehát tápláljam a testemet. Mi szól a férjed családja ehhez? Hát az elején nagyon érdekes volt, mert mindenkinél kihúztam a dugót. Hát de ezt el lehet képzelni, hogy a törökök imádnak el, mi? de kérdezem. főleg húst. Tehát náluk a bárány ugye nem hiányozhat az asztalról, és minden nap húst esznek. Úgyhogy érdekes volt, hogy az első ebédeknél, meg vacsoráknál teljesen ki volt borulva a család. Persze nem mertek mondani semmit, csak láttam, hogy nem igazán tetszik az, amiket mondok. És én ugye nagyon őszintén elmondtam a véleményem, nagyon tudományosan megmagyaráztam, hogy ez nem jó. És mindenki ugye az a baj, hogy, hogy nem csak azzal jár, hogy mondjuk nem egészséges, hanem mindenki azért meg is hízik. Tehát, hogy ez ez rengeteg plusz kilóval is jár. És akkor állandóan fogyókúráznak, aztán újra esznek, tehát igazából a hobbiuk az evés, ezt tudni lehet, Igen. de a magyaroknak is nagyrészt a hobbiuk az evés. És... És azért próbáltam változásokat hozni a családban. Ezt tudják egyébként, nagyon értékelik. Tehát ők imádnak, szeretnek emiatt, csak nagyon nehezen tudják elfogadni. Tehát mindig elmondják, hogy ez csodálatos bogi, hogy még mindig kitartasz ennyi év után, még mindig megpróbálják megmagyarázni, mennyire fontos, de nehéz betartaniuk. Bár a férjem azóta, amióta megismerkedtünk, rengeteget változott. Először is az első hat hónapban, amikor találkoztunk, lefogyott 27 kilót és ilyen teljes változáson ment át. Tehát akkor történt meg az, hogy, 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 nyitott a joga iránt, a meditáció iránt, eljártunk utána nagyon sokszor lébőjtökre, és olyan központokba, szanatóriumokba akár, ahol tisztulni lehet. És Egyszerűen Törökországban egy híres egyébként, egy híres hely. Ott is volt ott, voltunk, igen, igen. De általában úgy szoktuk kiválasztani, hogy a világ különböző pontjain, és hogyha lehet, akkor ilyen nagyon elzárt zöld övezetben. Tehát nekünk a kedvencünk az Ázsia, és főleg Dél-Kelet-Ázsia. És, az a lényeg, hogy tényleg az legyen, hogyha az ember felkel, akkor azt érezze, hogy reggel 5 órakor, hogyha elment jogázni, akkor egy paradicsomban van. Hát igen, éhezik, mert ugye olyan lébőtökön vagyunk túl, ami néha csak vizet jelent. Van, amikor zöldségleveket, van, amikor nyers koszton, tehát hogy ez eléggé változó, de legalább évente kétszer megszoktuk csinálni. És most már annyira megszokta és annyira megszerette, hogy ő szokta mondani, hogy na akkor mikor kezdjük a kis bőjtöt. Na most a bőjt az nem csak azzal jár számunkra, hogy. hogy hogy fizikálisan tisztulunk, Nyilván hanem, Nyilván, persze. nem tényleg egymásra tudunk figyelni. És ilyenkor rengeteget ugye beszélgetünk, rengeteg könyvet olvasunk, rengeteg előadást nézünk meg akár a Youtube-on, úgyhogy elképesztő töltődéssel is jár. És nekem fontos volt, hogy olyan párt találjak magamnak, amilyen én vagyok, és tudjam abba az irányba irányítani. Tehát soha nem tudtam volna valakivel együtt lenni, aki csak, csak materiális. Bár ezt sokan azt gondolnák, hogy a, hogyha valaki mondjuk Tényleg egy vagyonos családból származik és, és, és arisztokrata, akkor, akkor az azt jelenti, hogy csak ez érdekli, és csak a materiának, a a, a, a a földi dolgoknak él, de amúgy nem így van. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy a pénznek az jelenléte az elhoz egyfajta spiritualitást is sokszor, hogy hogyan tehetünk többet, hogyan segíthetünk, hogyan adhatunk. Úgyhogy ez, ez tényleg for, fontos volt számomra, hogy, hogy olyan párt találjak, ahol, ahol ez mind van. Ha lenne mm, valami, ami, mellé, le, ami mellett letehetnéd a voksodat, valami jótékonyság a Földön, ami nem csak pénzt igényel, hanem fizikai jelenlétet, mentális jelenlétet, mi lenne ez? Hát igazából ezt az utat már elkezdtem, tehát ugye a zenszel dolgozok már egy ideje, és női jogok. Ez igazából, ami, ami engem mozgat, tehát elég sokat utazunk. Ugye Moldovában voltam legutoljára, aztán Afrikában. Nagyon sok olyan út van, amin részt akarok venni. És ez nem csak azzal jár, hogy oda megy az ember, és, és úgy próbál segíteni, hogy, hogy akár pénzt ad konkrétan, vagy iskolákat segít, vagy, vagy akár olyan egészségügyi dolgokat vásárol meg, ami nincs, hanem részt vesz az oktatásban, tehát hogy teljes mértékben tisztában, az, tisztában van azzal, hogy, hogy mik a statisztikák, tudja azt, hogy milyen nehézségekkel küzdködnek a nők, legyen az családi erőszak, legyen az akár jogi hiányosságok, és és ez azt is jelenti, hogy saját magamat is folyamatosan ugye oktatnom kell, tehát hogy, hogy ezzel a témával foglalkoznom kell. Én, én szeretném ezt az, ezt az utat folytatni. Tehát nagyon sok olyan iskola van, amit segítünk, nagyon sok gyerek van, akiknek az oktatásában részt veszünk, de a női jogok az egyik legfontosabb talán, amiben szeretnék részt venni és nincs és... második, hanem marad ez. Igen, azt hiszem, hogy igen. Tehát például az állatvilág az ugyanúgy fontos, búvár vagyok, és, és alatt fotózunk, és amikor megismerkedtünk, akkor a férjem is elvégezte az összes tanfolyamot, hogy az én szintemen lehessen, mert ugye mesterbúvár vagyok, és ugye cápákat védek évek óta, tehát ez nekem egy nagyon fontos dolog. Ezért is van az, hogy abba hagytam a, húsevést. De, de azt hiszem, hogy ezt meg kell élni. Tehát, hogyha az állatvilág iránt akarunk valamit is tenni, akkor azt be kell vezetni a saját életünkbe. Ha viszont másért akarunk tenni, akkor azért igenis ki kell a saját komfortzónánkból mozdulni és, és tenni dolgokat. Um, nagyon keveset hallok arról, hogy a férfiak védelmében lépnénk mi nők. Um, ugyanakkor a több mint 18 ezer óra coachingom nagyon sok olyan férfiról szól, Akiket elnyomunk, akiknek a férfiasságát nem hagyjuk kibontakozni, akiket zsarolunk lelkileg, akiket egy terhességgel megfogunk, Igen. kettővel, hárommal, Igen. négyel. Igen. Mi a véleményed erről? Mit tudunk tenni, mit kellene tenni? Ismersz-e olyat, mondjuk Magyarországon, aki végre a férfiakat is védelmébe szeretné venni? nem igazán ismerek szerintem, de azt hiszem, hogy, hogy, hogy mindaz például, amit, amit én képviselek, az pontosan ezt jelenti. Tehát, hogy én soha nem tudtam volna meghasonlulni, és csak azért gyereket szülni, hogy megtartsam a férjem. De ez nekem soha nem működött volna. Vagy csak azért házasodni, hogy megtartsam a férjem. Mogi, nem rólad, meg nem rólam van szó. Igen, de nem, nem igazán hanem, tudok erről. De... Hanem, hanem én például nagyon szívesen igen, vállalnám, hogy tudnám, hogy hogy kell elkezdeni. De ez egy nagyon jó gondolat. Én nagyon, nagyon szívesen, szívesen elvállalnám, nagyon szívesen. és nagyon szívesen kezdeném és csinálnám, mert hogy azt tapasztalom, igen. és pont itt, ebben igen. a székben is, igen. Öm, sűrűn beszélünk rólunk. Nőttől, de amúgy most eszembe jutott. Mi tehetünk élda. róla, te meg én? Mert hogy ugye igen. függetlenek, szabadok akarunk lenni, Szárnyalunk, és aztán Igen. nem tudjuk, hogy hogy a, persze tudjuk, hogy, hogy a férjeink ezt hogy élik meg. Na de van pár száz, ki tudja mennyi Éz millió, van. akik Éz nem van. jól élnék meg, ugyan, vagy nem jól élik Igen. meg ugyanezeket a, Igen. a kis szárnyalásokat. Mert hogy lehet, hogy őket letöri, vagy persze. lenyomja, de, és nem foglalkozunk velük, miközben szerintem Igen. amennyivel inkább foglalkozunk magunkkal, annál inkább őket lenyomjuk, vagy sarokba szorítjuk. Ez igaz, amúgy érdekes volt, hogy nagyon sok panelbeszélgetés volt ezzel kapcsolatosan, és mindig előjön a téma. Mert amikor nyilván a, a női jogokat akarjuk előtérbe helyezni, akkor előjönnek a férfi jogok is ezáltal. Tehát egy pontosan ilyen, ilyen ö, érdekes példát akartam adni, bár a szexualitásról nagyon nem szoktunk beszélni interjúkban, de azért én nagyon szívesen beszélek róla. Ezért elővenném egy picit, mert hogy kezdődik ott ugye, hogy, hogy pontosan azért nem tudunk a jogokról beszélni, mert van egyfajta tudatlanság, és, és egy, egy olyan prűd hozzáállás a témához, ami már ebben az évszázadban... Szerintem nem természetes. Van. Tehát el Igen. kellene kezdeni az iskolákban azt a fajta szexuális oktatást, amire mindkét félnek szüksége van, a fiúknak is, meg a lányoknak is, és ennek koedukáltnak kell lenni. Tehát nem lehet azt, és ez sok, sok helyen sok országban látjuk, most nem konkrétan Magyarországra Persze. gondolok, hogy szétválasztják, különválasztják a, a fiúkat, meg a lányokat, és akkor az egy külön téma, azt gondolják erről, hogy ez titok, erről nem lehet közösen beszélni, ezt a gyerekek nem tudnák hová tenni, ez nem igaz. Tehát az internet világában élünk, sajnos a gyerekek az első dolog, mi, a pornográfiával találkoznak. Szomorú dolog. Tehát ö, én, én azt gondolom, hogy ezeket a beszélgetéseket kellene előtérbe helyezni ahhoz, hogy tényleg jogokról tudjunk beszélni. Például egy ilyen téma, hogy amikor azt mondtuk, hogy a, hogy a lányoknak meg kellene oldani akár az iskolákban azokat a vécéket akár, ahová el tudnak vonulni, amikor megjön az első menstruáció, és olyan környezetben tudnak akár kezet mosni, akár higiéniailag felkészülni. Vagy lenne kis box, van, amelyben megtalálják a tampont, van, mert hogy pontosan, otthon nem készültek, pontosan, vagy váratlanul jött. Így mint? van, Téldául. meg a fiúkat erre meg kell tanítani. Igen. Tehát be kell vezetni a fiú gyerekeknél, vagy serdülőknél már azt a témát, hogy igenis ez van a lányoknak, és beszéljünk róla nyíltan. Tehát legyen joga ahhoz egy lánynak elmondani, hogy most éppen menstruálok, vagy most éppen fájdalmam, vagy most éppen haza kell mennem, akár a munkahelyről, tehát akár legyenek olyan jogaink. De a is, szülésről sem beszélünk. Vagy akár a szülésről. Vagy és arról, hogyha a férfi jelen van, van férfi, akit oda követel a feleség, igen. és nem tudja, hogy ez lehet trauma is akár. Lehet így egy van. élmény, és lehet egy így trauma. Van. akár. Van. Tehát fel igen, kell az készíteni. Igen, a menopauza is. és nagyon sok más tabu téma van, amelynek nem kellene tabunak lenni. Így van. De ugyanez van a férfiaknál, tehát azért mondtam a fiatal fiúkat ezáltal, hogy például nem beszélünk a korai magömrésről. És ez is egy tabu téma. Tehát a fiúknak, tehát ez egy olyan téma, amiről sem az édesanyjukkal nem tudnak beszélni, sem a társaikkal az iskolában. Vagy az identitásról. Vagy az identitásuk. Tehát én azt gondolom, hogy a biológia, mint egy, egy, egy olyan dolog, amit kapunk, tehát ezt nem választjuk, ezért nem kell szégyenkezni, ez mindenkinek jár, ezért vannak gyerekeink, ezért vagyunk gyerekek, ezért születünk meg, ezért halunk meg. Tehát ezt úgy kellene kezelni, mint egy tényt. És addig, ameddig nem tudunk erről beszélni, kommunikálni, addig nem lesznek jogaink sem, sem férfi, sem női jogaink. Én még előre mennék azzal is, hogy amíg nem tudjuk ki kommunikálni az érzéseinket tisztán, Igen, meg a gondolatainkat Igen, tisztán, Igen, tisztán Igen. addig a másikkal sem tudunk, és a másikat nem is halljuk meg rendesen. Hisz ha a tiszta, best, tehát a kommunikációnk belülről nem tiszta, akkor amit hallunk és zavaros lehet. Így van. Hát Bogi, órákat, fú, annyi témám lenne... Elérkeztünk oda, mert hogy jönnek érted hét percen hogy most te kérdezhetsz egyet. És ígért meg, hogy visszajössz. Jó, megígérem. Rengeteg téma van, amiről lehetne beszélni. Akkor viszont én azt kérdezném meg, hogy ugye most megtudtam, hogy neked is külföldi a férjed, hogy mi volt a legnehezebb dolog, ami, amit, amit meg kellett szoknod ebben a kapcsolatban, vagy amihez alkalmazkodnod kellett ezáltal? Két dolgot, az egyik a korkülönbséget, és az ezzel járó elszántságát, mert hogy én mindig azt mondtam az első hónapokban, az első évben, hogy nem kell, hogy ebből valami nagyon komoly, maradandó legyen, hisz, hisz nagy a korkülönbség, ő meg első perctől, amikor megismert, első, tényleg első perctől azt mondta, hogy te leszel a feleségem, mekkora szoknyapátszér, mondtam magam, Úristen tényleg azt hiszik, hogy, hogy én ezt így elhiszem, uh, és hát ő valamit jobban tudott, mint én, uh, tehát hogy ez volt a kihívás, hogy ezt el tudjam fogadni hogy akkor nem számít, és hogy, hogy, hogy ez egy hatalmas előny. Tehát, hogy így most 16, nekünk most 16 évünk van együtt, hogy 16 év után is azt mondom, hogy Jézusom. Tehát, hogy ez, ez a legjobb döntés volt. És a második, a, a kommunikáció, tehát a kultúrából származó kommunikáció zavar. Tehát, hogy én mondtam valamit, ő értett mást, mm -hmm. és fordítva, és ennek a, a szépen egymáshoz igazítása, és a, az egy nyelv, v, válás, és az egy, hát mert hiába vagyunk egy lélek egy idő után, igen, kell, hogy egy nyelvet is beszéljünk, és ez volt a legnagyobb kihívás, hogy én mondtam valamit, és ő abszolút mást, mást értett ezen, vagy azon, úgyhogy ma már nincsenek ilyen nehézségek, de ez eltartott egy két évet körülbelül, igen, egy, igen, két igen, évet igen. körülbelül, úgyhogy ez hát, volt. Hasonló. Köszönöm. <laughs> igen, jó igen. és ez izgalmas, persze, és, és nagyon érdekes, mert nagyon-nagyon sok mindent éreztem, miközben beszéltél, itt, itt jókat mosolyogtam magamban, hogy úristen, hogy pontos Azokat a dolgokat mondod, mint fontosak az életedben, amelyek nekem is mozgató rúgóim. Tehát a szabadság, a szárnyalás, a nem kell sülve főve együtt lenni, kell, hogy, hogy a találkozásban legyen testlélek és szellem. Mert hogyha nincs a háromnak találkozása, megette a fene, ha a szellem valahol máshol van, és csak a testünk. Szóval, fú, nagyon szép ételt, tudom a mai napon. Hát, köszönöm Hálásan szépen. Hálásan köszönöm, be és nagyon várlak vissza. Mindenképpen visszajövök. Nagyon köszönöm, és köszönöm jó szépen. utat szépen. haza. Köszönöm. Ugye az a haza? Igen, Isztambulba megyek. Köszönöm szépen. Köszönöm én is.